megérkezett a játék hajóba, a hajóba a homok. Most fogják ledüvelteni. Hát mindig nagy gondja az iskolának az, hogy itt az úr mögött látható úgynevezett fahajó, ami egyrészt mászók, a másrészt homokozó, hát két évente szinte kiürül az alja, mert hát a szorgalmas gyerekkezek, ruhák, cipők kihordják a homokot a játék alól, és most egy egész kis autónyi platóval érkezett homok. Ha lenne szíves, beszélne, bemutatkozna a nézőknek, és elmondaná, hogy hogy került ide ez a homok. Ecsedi Vince vagyok, az Ecsedi Kft. Tüzépnek a vezetője. Ezt a homokot a 10 kerületből a Riklix Transztól hoztam, mert ez kimondott bányahomok. Tehát a 01-es homok a gyerekeknek nem jó, mert nem tudnak benne játszani, nem áll össze. De ez a sárga homok, ez kimondott bányahomok, és ez erre alkalmas. Ha én jól tudom, akkor tulajdonképpen ez egy szponzorálási tétel. Az iskola fizet ezért? Nem kérek érte térítést. De volt valami kikötése, ha jól tudom. Volt kikötésem, hogy ennek az árából a gyerekeknek labdát legyenek. Hát az iskola alapítványa, az iskola nevében nagyon szépen köszönöm nagyon szépen önnek, hogy megajándékozott minket ezzel a homokkal, és hát természetesen meglesznek a labdák is. Nagyon szépen köszönöm.